800 ezer olyan magyar nő, aki valamikor élt olyan párkapcsolatban, ahol bántalmazták rendszeresen. A magyar társadalomban ez egy nagyobb tabu téma, mint a többi országban. Jelenleg Magyarországon van kb. 280 ezer olyan nő, közel 300 ezer olyan nő, aki fizikai vagy szexuális erőszakot szenved el a jelenlegi, mostani párkapcsolatában. One in 10 women in the EU has experienced some form of sexual violence since the age of 15. One in 20 has been raped. Eredeti terveink szerint a bíróság figyelő munkát a bíróságokkal való együttműködési megállapodás keretében terveztük. A program indulásakor a bíróságok ellenkezésével kellett szembesülnünk. A feljelentésnek az átlaga országonként 15% volt, ehhez képest a magyar adat 5%-ot mutat. 168 esetből egy regisztrálódik a magyar hatóságok. Problematikus médiareprezentációval találkoztunk, mert olyan módon, hogy az emberi méltóságot sértő kifejezések használata, durva áldozathibáztatás, tehát ilyesmikre gondolok, akkor az világosodott ki néhány esetben, hogy a forrás bizony nem más, mondjuk bulvárlapok cikkei mögött, mint a magyar rendőrségnek a hivatalos hírforrása, a polisz.hu. Információink szerint az OBH elnöke egyébként körlevélben tiltotta meg a bíráknak közvetlenül a velünk való együttműködést. 18 év alatti nő is értettek le, 429 eljárás indult, vagyis hát regisztrált bűncselekményt jegyeztek föl. Már a bírák munkáját Budapesten igen pozitív fényben tüntették föl a megfigyelők, ellentétben a vidéki eredményekkel. A 18 év feletti nő is értetteket 1535 regisztrált bűncselekmény jelent meg. A bíró közölte velünk, hogy velem, hogy ez, amit teszek, tök értelmetlen, és hogy teljesen fölösleges ott ülnöm, és nem a bíróságon van a helye, ahol ezt csinálni kellene. Aztán a kérdésemre közölte, hogy nem érti, hogy a norvégok mit keresnek egy ilyen ügyben, miközben a külföldieknek ehhez az egészhez, hogy ez egy újabb dolog, ami által be akarnak furakodni az országunkba. A témák, amelyeket néztünk, az a prostitúció, szexuális kizsákmányolás, a párkapcsolaton belüli erőszak, illetve a szexuális erőszak volt, és kifogásoltuk többek között a bulváros címadást, néha a szövegben is volt annyira problematikus a címadás, ezekből sajnos még mindig maradt, például egy savas támadás, szerencsére itt nem a nő testét, hanem csak az autóját öntötte le savval a támadó, itt a maró féltékenység címet kapta a rendőrség hír. Aztán ilyen komikussá tevő címadások, hogy alsógatyában menekült a támadó, itt egy kiskorú elleni szexuális erőszakról volt szó.